Mindenek előtt kerüljünk képbe, melyek azok a gázvezetékek, amelyek nem is feltétlenül Oroszország-Európa viszonylatban, de bármilyen destinációban vezetékeken és a tenger alatt szállítják a nyersanyagot. Hát annyira bőségében nem vagyunk az infrastruktúrának, illetve a szállítási útvonalaknak, és ez még ugye csak a kérdés egyik fele, a másik, hogy honnan lesz a tankerhajón vagy a csőben a gáz. Azt látjuk, hogy azért alapvetően Európa történetileg ugye az orosz gázra lett finomhangolva minden szempontból, úgyhogy ha megnézünk egy térképet, akkor azt látjuk, hogy az alapvető szállítási útvonalak azok keletről érkeznek. Na most ezeket gyorsan számba véve azt látjuk, hogy kicsit olyan ez, mint a rajzfilmben, amikor a farkas csüng a kötélen a szakadék felett, és így szálanként rojtolózik szét a kötél. Kicsit ez a viszony Európának is az ázsiai földgáz forrással, ugyanis ezek a szálak, ezek folyamatosan oldották el. Az északi áramlat 1-2 sorsát ugye ismerjük, már abban az értelemben, hogy ugye célzott művelet eredményeképpen ezeket felrobbantották, ezért állt le az egyébként 55 milliárd köbméteres éves áteresztő kapacitástól, ezért esett Európa. A Jamal vezeték, ami szintén nagyon fontos, az egy elszámolási vita miatt áll Oroszország és Lengyelország viszonylatában. A testvériség vezeték, illetve az Ukrajnán keresztül érkező vezetékek szintén tranzitvita miatt leállításra kerültek Ukrajna és Oroszország között. Úgyhogy ebből az irányból egyetlen egy kis szálacska tartja még a kapcsolatot, ez a török áramlat, úgyhogy nagyon nagy jelentősége van. Azért van a kérdésnek is meg létjogos útsággal, lényegében az egyetlen jelenleg teljes kapacitáson működő vezeték, ami ebből az irányból kapcsolatot jelent. És egyébként ezen túlmenően ugye Norvégia, ami Európa számára nagyon fontos beszállító, régen is így volt. Norvégia felől van komolyabb áteresztő képességű kapcsolat, illetve szállító kapacitás, illetve hát ezen túlmenően ugye a tengeri szállítási lehetőségek vannak azzal, hogy jelenleg egy komolyabb afrikai csővezeték Nigérián, Algérián keresztül Európába megfontolás tárgyát képezi, de hát ez még csak a vágyálmokkal ugye nem lehet fűteni. És hát a cseh folyós földgáz terminálok kisebb részben Hollandiába, Németországba, de ezek nagyon kis kapacitású, átrakodó kapacitású terminálok sorakoznak, illetve az Ibériai félszigeten Spanyolországban vannak, Spanyolországnak a dél-nyugati részén, amivel meg ugye az a gond, hogy valahogy át kell hozni a Pireneusokon azt a gázt, ami oda érkezik, illetve a másik fele a gondnak, hogy ezek még csak az érkezésre alkalmas terminálok, tehát az, hogy honnan érkezik ide LNG, ez egy másik kérdés. Megjegyzendő, hogy 3 hete érkezett Spanyolországba egy nagyobb LNG szállítmány, ami hát nem meglepő, orosz volt, hiszen olcsó cseppfolyós földgáz jelenleg a világban, és egyébként is a legnagyobb cseppfolyós földgáz készlete szintén Oroszországnak van. Tehát amikor így idealizáljuk, hogy na majd a cseppfolyós földgáz megment minket az oroszoktól, akkor az egy ilyen csevelből vedelbe gondolkodás, pontosan ezért, mert hogy a források azok egyébként is kelet felé mutatnak. Még mielőtt a biztonságpolitikai kérdésekre rátérünk, nyilván nem az ön szakterülete, tehát csak érintőlegesen, szeretném szóba hozni még a Bulgáriát Görögországgal összekötő gázvezetéket is, amelyet, ha jól emlékszem, szombaton hirdetett ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hatalmas szenzációként, úgy, mint az Európa szabadságát jelképező gázvezetéket. Éppen csak arról nem szólnak a hírek, hogy ebbe a vezetékbe például honnan megy a gáz? Így van, egyrészt, hogy honnan, mert ez csak egy darab cső, de egyébként is, ha megnézzük ezt a komotini görög várostól Stara Zagoráig tartó, ami meg ugye Bulgáriában van, 183 kilométeres kicsike kis vezetéke, tehát ez igazából egy ilyen határmetsző kapacitás vezeték, egy határmetszék. Ennek az éves áteresztő képessége összesen is 3 milliárd, tehát ha meg tudják tölteni valahonnan a csövet, az is 3 milliárd köbméter gázt jelent. Ehhez képest csak emlékeztetőül Európa földgázigénye 541 milliárd.
Tehát ez igazából egy ilyen szépségtapasznak nagyon csinos, viszont ténylegesen az európai földgázigények szempontjából csepp a tengerbe, csak az a földgázmennyiség, amit eddig Oroszország szállított Európának, és Európa most ki szeretne, illetve ki kellene váltania, az 155 milliárd. Tehát ahhoz képest is a 3 milliárd érezzük a súlyát, hogy hát bizony egészen jelképes, nagyjából annyi el is tud párologni a szállító vezetékekbe hálózati veszteség, hogyha ezt az 541 milliárdot nézzük. Hát akkor minden szempontból nagyon fontosnak tűnik most Magyarország szempontjából mindenképpen, de akár Európa szempontjából is a török áramlat gázvezetéknek a biztonsága, ami hát az utóbbi napokban megint csak megkérdőjelezett, méghozzá éppen a szankciós politika okán, hogyha jól hámoztam ki itt a bürokratikus nyelvezeten megfogalmazott problémát. Itt egy norvég cég akar kiszállni, ha jól emlékszem, a gázvezetéknek, szakasz üzemeltetéséből, és emiatt elakadhatnak a szállítások. De javítson ki, hogyha tévedek, mert bevallom őszintén, hogy nem is igazán tudtam megérteni, hogy mi a probléma. Igen, ezt az egy darab vezeték, ezt az egy darab szalmaszálat, azt mindenképpen féltenünk kell egyszerű fizikai okokból, mert hogy tényleg az a szállításnak jelenleg a gerincvonala. Valóban ott is komoly mozgalódás részben politikai, részben gazdasági okokból van az üzemeltető, a vezeték üzemeltetők között, de sajnos azt látjuk, hogy az összes többi vezetéken is pontosan ez történt, tehát ennek jelentősége van, emellett a fizikai kockázat itt is jelen van, tehát hogyha fel tudott robbanni már két gázvezeték a tenger alatt, akkor fel tud még. És most ez is ez a szépségtapasz kategória. A britek az északi áramlat vezetékek, már felrobbant vezetékekhez küldtek hadihajót járőrözni önzetlen, nagyon kedves módon. Bármilyen megfontolásból is teszik ezt, az ellen nem véd, hogy már ez ugye felrobbant. A török áramlati vezetéket ugye jelenleg nem véd ilyen rendkívüli figyelem, tehát a fizikai megsemmisülés is aggályos, és hát ugye ott van a harmadik aggály, ami érintheti a vezetéket, tehát az első ugye az üzemeltető közötti vita, esetleg elszámolási vita, a másik ugye a fizikai megsemmisülés, a harmadik pedig pontosan a szankciók, mert hogy ugye jelenleg, ha Európa bármilyen a keletről érkező gázszállításokra vonatkozó szankciót mégis bevezet, és jelenleg ez megint napirenden van az Európai Bizottság előtt, az kizárásos alapon a török áramlaton érkező gázszállításokat fogja tényleges volumenében érinteni, de ha megfigyeljük, akkor az összes jelenleg az Európai Bizottság által asztalon tartott energetikai szankció kizárólag Magyarországot, illetve a térséget érinteni, a gáz ilyen módon, erre majd érdemes is visszatérni, de csak egy fél mondat erejéig az olajársapka is Magyarországot érinteni, hiszen érdemes emlékezni rá, hogy ugye a tengeri szállításokat, olajszállításokat érintően az Európai Unió által elfogadott nyári szankciós csomag eredményeképpen leáll a tengeri szállítás, tehát kizárólag a csővezetékes kontinentális szállítás marad meg, amit egy olajársapkával szankcionálni lehetne, ez pedig éppen a Magyarországnak engedett kivétel, és ez alól rántaná ki a talaj. Tehát azért is érdemes minden ilyen brüsszeli szankciós ötletre figyelni, mert ezek lényegében vagy minket is, vagy csak minket érintenek jelenleg így szűködve a mozgástér. És hát ez ugye különösen igaz a gázzal kapcsolatos szankciós gondolkodásra, ami valóban szintén a török áramlat vezetéken érkező gáz érintenét, például olyan módon, ami ugye jelenleg szintén egy ilyen gázársapka árképzéses mechanizmussal szeretné maximálni az érkező gázárát, aminek sajnos egyetlen következménye lehet, hogy az orosz nem szárít gázt, hiszen nem lehet kényszeríteni arra, hogy olcsóban adja el a termékét, mint ő maga szeretné. Palkovics László miniszter úr éppen, ha jól emlékszem, a tegnapi napon mondott egy olyat, hogy leghamarabb 28 év múlva jöhet el az, hogy infrastrukturálisan képesek leszünk leválni az orosz gázról. Na most, ha itt Magyarországot figyelmen kívül hagyva, vagy Magyarország sajátosságait figyelmen kívül hagyva az Európai Unióban mégis egy ilyen korlátozó intézkedés megszületik, vagy, mert persze az is egy reális eshetőség, az orosz partner dönt úgy, hogy akkor a továbbiakban már a török áramlaton keresztül sem ad Európának gázt, akkor mi van Magyarországgal? Mi történik velünk? Mert ez most eléggé reális eshetőségnek tűnik.
És most itt nem csak erre a térre gondolok, bocsánat, hogy a szavába vágok, hiszen itt 28 évről beszélünk. Itt nagyon-nagyon sürgősen valamit változtatni kellene ahhoz, hogy biztonságban legyen Magyarország energiaellátása. Igen, ez teljes mértékben így van, és foglalkozni kell ezzel, ráadásul külön választanám a földgázt, illetve a villanyt, bár a kettő összefügg, a földgázzal is termelünk villanyt, és ráadásul elég fontos szolgáltatásokat is nyújtanak a földgáztüzelési erővek a villamos energiaellátásba. Mindenesetre ez két önálló problémaként is értelmezhető. Hát Magyarország sorsa ugye nem választható el Európa sorsától, és ugye jelenleg amilyen számokat látunk, hallunk, ez ugye mind releváns. Az, hogy Észak-Olaszországnak is megszűnt a gázellátása hétfőtől, ugye Tarvíziónál nem érkezik Olaszországba jelenleg földgáz, vagy az, hogy Németországban 5 éves csúcson van a német háztartásoknak a gázfogyasztás, ez ugye mind olyan körülmény, ami függetlenül attól, hogy mondjuk az orosz fél egyik pillanatról a másikra leállítaná a gázszállításokat, kezelendő körülményeket jelent. Nagyon fontos intő példa az, hogy Németországban a németországi zöldek, akik ugye valójában vörösek, és eddig a nukleáris energia ellenzés az egyik kardinális jelszavuk volt a politikában, szintén csináltak egy hátraarcot, és jelenleg a németországi atomerőműveket is nemhogy leállítanák, de még a tartalék üzemmódból is visszahozzák termelésbe. Ami mutatja a helyzet súlyosságát Európa szerte, mutatja, hogy nem működik ez az egyik pillanatról a másikra leválunk elv, tehát a valóság az Palkovics miniszter úrnál van, és nem az eddig főleg Németországból hallott nagyon bátor üzenetekben. Annyira, hogy ugye Németország az Iszár 2, meg a Neckar-Westheim 2 atomerőműveit is, az első az ugye Bajorországban hozzánk közelebb, másik Baden-Württembergbe is visszaállítja a termelésbe, tehát olyan dolgok történnek, amik azt mutatják, hogy tényleg nem megy Európának egyik pillanatról a másikra leválás, és hogyha ezzel közelebb kerülök a válaszhoz a kérdésére, hogyha megnézzük, hogy áll most a tartalékaival, csak a gáztartalékaival Európa, tehát tényleg mennyire aggasztó a helyzet, akkor azt látjuk, hogy a helyzet nem jó, ugye Európában a teljes éves felhasználásának a 23%-a van jelenleg gáztárolókban, ami nagyon kicsi szám. Ugye Magyarországon ez a szám már 46%. És hogyha megnézzük, hogy ugye nyáron az Európai Bizottság hozott egy rendeletet, amivel előírta a földgáztárolók 80%-os töltöttségi szintjét Európa szerte, hogyha ezt a 80%-os töltöttségi szintet hozni tudják az európai tárolók, még az is csak a felhasználás kevesebb, mint negyedét jelenti. Tehát ezek nagyon-nagyon aggasztó tendenciák. Ezért kulcskérdés valóban, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen átállási ütem az, ami tartható. Az összes mértékadó elemzőház azt mondja, még az amerikaiakat is ideértve, pedig ők nem annyira érdekeltek az európai helyzetben, vagy hát annak a magától történő organikus rendeződésében, azt mondják, hogy rövid távon, tehát 1-2 év alatt Európa nagyon nagy költséggel, nagyon nagy erőfeszítéssel sem tudja kiváltani az orosz gázt, és mindig csak a gázról beszélünk, nem a villanyról. Tehát valójában hosszú távú befektetések azok, amik szükségesek, és hosszú távú felhasználás átrendeződés. Ha bekövetkezne egy rendkívüli helyzet, rendkívüli viszmajor, hogy sehogy nem jön például Oroszországból gáz, akkor biztos, hogy lényeges fogyasztáskorlátozás nélkül nem tudja Európa, de nem is tudná Magyarország sem az ilyen helyzetet kezelni. Mi azért is tárolunk ugye rendkívüli intenzitással, hogy egy ilyen helyzet esetén is jelenleg egy most már 90 napos teljes időszakot lakosság plusz ipari felhasználás szempontjából le tudunk fedni a gáztartalékunkkal, de hát ugye ne adja Isten, hogy ilyen bekövetkezzen. Ami ugye nagyon fontos, amellett, hogy figyelni kell a török áramlatra, ahonnan nekünk gázunk érkezik, és ez már a 28 év szempontjából is releváns, hogy mind a saját termelésünket amennyire lehet fokozzuk, ugye ez jelenleg két dimenzióban történik is Magyarországon, mint pedig ugye az alternatív beszerzések tekintetében gondoskodjunk komolyabb mennyiségekről. Ugye ez is történik Azerbajdzsánnal, vannak fontos beszélgetések Belső-Ázsiával, illetve egyéb lehetőségek is
felmerültek. Én ide sorolnám egyébként a villamos energiával történő kiváltását a gáznak, de ennek is megvannak korlátai, ezekbe gondolkodjunk. Ami az elsőt illeti a saját termelést, ugye Magyarországnak eddig is volt saját földgáz kitermelés, ez a teljes földgáz felhasználásnak egy nagyjából 14%-át fedezte, ez nem kis mennyiség európai viszonylatban. Ezt fokozzuk ugye most egyrészt a már feltárt, tehát jól ismert, csak kitermelésben nem fogott gázmezőknek a kitermelésével. Ugye nyílpusztán el is indult a hatos számok útnak a lemélyítése, ez hamarosan termelni is fog, mint pedig az eddig párnagázként használt tárolói gázmennyiségnek a kitermelésével. Ezt ugyanis a gáztárolókban csak a nyomás fenntartására tartottuk. Ugye kétfajta gáz van a tárolókban, a mobilgáz és a párnagáz. Most ugye erre született egy rendelet, és az MVM ennek kezdte a kitermelését, hogy ebből a párnagáz rétegből egy 800 millió köbmétert le fognak termelni, ugye ennek óriási az üzleti értéke, és ez szintén a felhasználás fedezésre fogható. Tehát ilyen eszközöket kell jelenleg keresni, ami a gáz oldalt illeti, és hát persze a villany oldalon is, ugye a Paks 2 elengedhetetlen, hiszen ugye nem földgázzal fog működni, a megújulóknak az okos rendszerbeállítása elengedhetetlen, de ezekkel ugye vannak egyéb frekvencia, meg kiegyenlítő energia szabályozási további feladatok és fejlesztési igények, illetve a különböző rugalmassági megoldásoknak a rendszerbe vezetése. De ezek bármekkora jelentőségűek is, ugye nem egyik pillanatra a másikra rajzolják át egy országnak az energiamixét és energiaellátását. Egy nagyon fontos kérdés itt a végére, és szerintem talán ez érdekli a hallgatóink többségét leginkább. Mi Magyarországon fogunk-e fázni ezen a télen? Illetve kell-e tovább néznünk az orrunknál, és spórolni, nem magunknak nyilvánvalóan, hanem az állami tartaléknak, annak érdekében, hogy működőképes legyen Magyarország gazdasága a tavaszi hónapokban is. Én azt gondolom, hogy mi optimisták lehetünk. Talán a legjobb a helyzetünk már csak a tárolói töltöttség miatt is, amit ugye mondtam, mi éves teljes fogyasztásunknak lakossághoz szikora 46%-a a tárolókban van. A spórolásnak mindig van létjogosultsága, már csak azért is, mert ez nagyon fontos, ugye edukatív, a fogyasztói, tudatos magatartás szempontjából releváns történet. Nem mi lakosságként tudjuk megváltani a világot, de a spórolásnak van létjogosultsága. Mi nem fogunk fázni a télen, és ezt a célt szolgálják azok az intézkedések is, amik anyagi szempontból, illetve infrastruktúrálisan ezt jelenleg biztosítani kívánják. Ugye anyagi szempontból a Gazprommal született MVM megállapodás, ami egy ilyen halasztott fizetéses ársapkás logikában egy 6 hónapos védelmet ad majd a térre, ez csak ugye fél mondatban, 175 eurós megawattóra tőzsdei ár esetén, ami nyilván közvetve csöpök csak át a magyar gázszerződések árába, de mégiscsak vezérli a magyar kifizetéseket is. Van egy 1,5 milliárd euró halasztott fizetés innentől az ársapka környékében, hogyha 300 eurót eléri a rotterdami villanyár megavatóránként, akkor pedig egy 3,5-4,5 milliárd eurós halasztott fizetés van 6 hónapra, ami ugye ad egy anyagi biztonságot is ezekre, illetve az infrastruktúrális fejlesztések meg a tárolókat érintik, ugye a hajdúszoboszlói tárolót mondtam is a párnagáz letermeléssel, Zsanán pedig kompresszor teljesítmény, bővítés és tárolókapacitás bővítés történik, tehát nem fogunk fázni a télen, talán ezért is lehet az, hogy Magyarország bátrabb az emberekkel való kommunikációban, és azért is meri megkérdezni a szankciós politikáról, illetve a tágabban az energiapolitikáról az emberek véleményét, hogy milyen irányba tartanak a dolgok. Nyugat-Európában ilyen fel sem merül, tehát ott nem kérdezik meg az embereket arról, hogy elégedettek a brüsszeli politikával, már csak azért sem, mert jól látjuk, hogy egyre több helyen tüntetések vannak Olaszországban, hogy számlákat égetnek az emberek, Németország szerte is, Csehországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában, ugye most már ez az EU-n kívül van, hatalmas tüntetésekkel jelzik az emberek az elégedetlenségüket. Nálunk fordított az irány, ami talán pont azért is lehet, azért is kérdezik meg az embereket, mert nálunk van mivel fűteni, ezt ugye tudjuk, látjuk viszonylag a rossz körülmények között
megnyugtató számok és tények érkeznek, amik tervezhetővé teszik ezt a telet. A következő telek tekintetében pedig nyilván észnél kell lennünk, és keresnünk a hosszú távú lehetőségeket és megoldásokat.